Sziasztok! Krumhina Sándor vagyok, az Ausztrotem Kft. Vezető szaktanácsadója, és ez a Közel Nulla, a szigetelési vlog. Télen mindig kapjuk a jó tanácsot, hogy öltözködjünk rétegesen, mert úgy nem fogunk megfázni. De jó ötlete, hogy a házunkra is több rétegbe kerül fel a hőszigetelés. Padló, lapos tető esetében, amikor a hőszigetelés viszintesen helyezkedik el, az egy vagy több rétegű fektetés egyaránt lehetséges. Az egyrétegű fektetés előnye a kevesebb élőmunka. Ez egy családi ház léptékénél nem kardinális kérdés, de mondjuk egy több tízezer négyzetméteres padló szigetelésnél ez már komoly költségtényező lehet. Kétrétegű fektetés esetén a második réteget fél tábla eltolásban fektetjük, így az átmenő hézagok okozta hőhíd elkerülhető. További előnye lehet ennek az eljárásnak, hogy a kereskedelemben aktuálisan kapható, tetszőleges vastagságú anyagokból tudunk dolgozni. Ez különösen nagyobb vastagságok esetén előnyös, mivel ezeket a kereskedők a gyártóktól rendelik meg, raktáron nem vagy nem elégséges mennyiségben tartják. A homlokzatokon korábban szóba se került a kétrétegű elhelyezés, de a hőszigetelés vastagságának növelésével erre is ki kell térnünk. A régi 4-5 cm-es vastag lemezek helyett ma már 15-20 vagy a passzív házaknál akár 30 cm-es lemezeket is felteszünk a falra. Itt is azzal kell szembesülni, hogy a kereskedelemben raktáron nem tartott anyagok szállítási határideje a kivitelező számára esetleg túl hosszúnak bizonyulhat, így alternatív megoldásokra is szükség lehet. Technológiai akadálya nincsen a 20-40 cm vastag homlokzati hőszigetelő lemezek legyártásának, a jelenlegi rekordunk 38 cm, és mindegy, hogy egy vastagabb vagy több vékonyabb rétegből rakjuk össze, a hőszigetelés ára nem tér el, ha az összvastagság azonos. A két vagy több rétegű szigetelés viszont költségesebb, mivel a hőszigetelő lemezek egymáshoz ragasztása többlet anyagköltséggel és munkadíjjal jár. Ha mégis így szeretnénk dolgozni, például azért, mert homlokzati díszítő tagozatot szeretnénk rögzíteni a falra, a két réteg egymáshoz ragasztására a megszokott cementbázisú ragasztók nem alkalmazhatók. Mivel egyik felület sem netszívó, a ragasztó nehezen vagy egyáltalán nem köt meg, viszont a poliuretán bázisú ragasztók ilyenkor is jól alkalmazhatók. A kétrétegű homlokzatszigetelés egyéb technikai vagy jogi korlátairól a rendszergazdák tudnak bővebb tájékoztatást adni. Lábazaton, talajba kerülő szerkezetek esetében hasonlóan kell eljárni. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt a Közel Nulla, a szigetelési vlog. Sziasztok!